este mikor érkezik, ugye? Itt éjszakázunk, vagy sem? Nézd meg a sztoriát. Jobb esetben itt le lehet csekkolni, hogy merre jár a főnök úr. Ha még otthon piperkötösködik, akkor tudira. Akkor tudira nem ér ide háromra. 12 perce. Jesszus Maris, itt még klímát szerelnek. Ugye nem? Pif, anyukám, ki lesz ma a vendég? Ha ebből nem tudod, akkor taka van, vagy szájé. Na jó, aki nem követi az Instagramon, elárulom, Kajdi Csaba lesz a mai vendégem. Csabát előbb a hazánk egyik legnagyobb modellügynökségének számító vizás vezetőjeként és tulajdonosaként, illetve két jelentős nemzetközi karriert befutott magyar modell, Ebergényi Réka és Mihaly Kenikő felfedezőjeként ismerte meg az ország, 3 éve pedig a magyar celebvilágnak és influencer kultúrának görbetükröt tartó Instagram karrierje révén szerez egyre több hírnevet és persze követőt is. Na drága arany, követő rajongó, már rohanásba vagyok. Megúsztam. Én rohanok egy interjúra, azért vagyok itt ikeráz, nem tudom, látta, de be van ülve érted, egy ilyen egyszer hullámban a hajamba, júni. Hát akkor mégis ide ér egyszer, de legalább elindult. Hisz a tartalomgyártásban, a tudásban, a valós értékekben, és ordítani tudna az ostobaságtól és a népudítástól. Mielőtt megint a rendelők viszik el, apukám. Jó napot! Hello! Jézus, Csabi, még Insta sztoriban vagyok. Igen, csekkoltuk, hogy az anyja úristen itt ideér, vagy nem én. Na jó, gyere, várunk! Megyek! Magyarországon született, Franciaországban egy nagypolgári családban gyerekeskedett, és mondhatni, ragadt rá a kultúra, hisz felmenői között ismert művészek tucatjai sorakoznak. Az értékteremtés talán egyfajta küldetéstudat számára, és még egy fontos dolog. Közszereplőként pontosan tudja, hogy mekkora felelőssége van abban, hogy mit közvetít a követői számára. No, de most már puposkodjon ő! Itt a szállodában. Ja, jó, akkor jó. És közben meg már forog a kamera. Hát azt látom, hogy nagyon dolgozunk. Hello. Szia, Gilbert. Hello, Kajdi. Rettenetesen elegáns. Na, uram, itt leszünk, jó? Csinálok egy Insta sztorit erről, hanem ha... Oké. Kizéltek el, hogy mit szerint elmondtam, hogy a Da Vinci szútba hívták, hogy ez el? Itt lesz a forgat, ide. Bazuhany. Marek, jó? Jó volt, hogy nézek. Halál előkkel így. Tehát a szoba közepén van egy fürdő. Ja? Ja, hogyha olyan kamatyolós te vennéd a figurát most itt a komiksz után, érdek? Itt már dobod is be magad a kádba, utána lököd be magad az ágyba. Nézd, kristály, szilván, minden, büró, fő, ez aztán. Kipetlen tudatfogadásokat, ez a komplet. Itt már megint, akkor már mondjuk már kubit csinálhatok. Meg ne tudja a tulajdonos, hogy mi folyik itt. Esztétika és plasztika magas szintű szolgáltatásokkal, prémium minőségű ellátással, a legkorszerűbb technológiákkal személyre szabottan. Artmedic, 25 éve önökért, a szépségükért. Jó vagy? Annyira rég találkoztam. Pont ezen gondolkodtam, tudod hát mikor? Hát egy 10-valány éve forgattunk, fókusz. Igen, fókusz. Nagyon régen volt. Figyelj, neked tök jól megy ez a dumálás olyan értelemben, hogy a tükör előtt, tükör mögött, csomóan bennek... frusztrációt okoz. Én a tükörbe beszélek? Képzeld el, oda bele. Ja. Neked ez jól megy, mert most az előbb néztem, csekkoldalak, mondom, hogy a krémet hogy tolod fel a fejedre. Jó, mondom, ez egy embernek nem olyan nagy probléma, ez az te vagy. Hát magammal fogok beszélgetni, úgy néz ki. Ugye? Kell egy fotót csinálni, ide befekszem melléd. Megyed? Nagy, jön a fény. Uh-huh. Mekkora a fejünk? Hát de nézzek, csináljunk föntről, így. Na figyeld. Parancsolj. Az benne lehet itt a kép? Benne. Nem fizet, de benne. Te mondod, hogy most már csak olyat raksz bele, aki fizet? Dehogy is. Nem, jó fej vagyok, bárkit belerakok. Volt egy időszak, amikor nagyon sok reklám volt, ugye mindenki tolt 1000-rel téged, különböző termékekkel. Azt mikor döntötted el, hogy mi az, amit bemutatod? Az nem volt reklám, az igazából, ez már forgunk? Az nem volt igazán reklám, mert nem fizettek, csak küldték a termékeket, és akkor én
gúnyolottam, tudod, az összes influenceren, hogy küldjed az ajándékot, én is vegyek annyit, és akkor küldték. Azóta már effektíve reklám megkereséseim vannak. Cél volt? Nem. Hobbinak indult 2018 októberben. Mai napig hobbi, csak most a csomóan már pénzt is adnak érte. Hát hülye vagyok nem lehajolni azért a kis pénzért, tudod? Tehát, kicsi? Így... Hát jó. Nem hiszem, hogy a kicsire te lehajolsz, ugye? Nem annyira hajolgatok, ugye? Hanem borzalmas a derekam. Nyilván sokan azt gondolják, hogy fú, hát hogy mondják ezt, várjál, hogy, tehát, hogy hipokrata vagyok, hogy én ezeken az embereken gúnyolódtam, és közben meg már ugyanazt csinálom. Tudod, és azért a magyar emberek nagyon szeretnek vádaskodni, tudod, így támadni. Mit képzelsz, hiteltelennél váltál, mondják a magukért. De, és biztos van benne igazság, de... Miért ezen elgondolkodtál, hogy van-e benne igazság? Persze, hogy elgondolkodtam, de aztán mindig arra jövök rá, hogy az ember változik. Tehát, hogy most gondolj bele, az Orbán Viktor nem változott ahhoz képest, ahogy 89-ben beszélt. Szerintem nem, lehet, hogy nem változottak, lehet, hogy elnéztem. De mindegy. Jó, elbeszélgetsz magad, jó, ez jó, mert... Igen, hát az nem az a dolgom, hogy itt ezzel egy nagyon végtelen jóképű fiúval dumizzak. Jóképű ez a fickó? Hogy érzed? Nem, most már nem. Valaha tényleg. Azt mondta egy haverom, ja Istenem, te a 90-es évek klasszikusa voltál. Hát ez már nincs, az már nagyon rég volt. De egyébként, beszélek inkább a kamerába. De, tehát, hogy van egy ilyen, hogy azt mondják, hogy hát akkor hogy változnál, és akkor... De hogy tényleg azt gondolom, hogy miért ne változnánk? Tehát, hogy a mai napig nevetek egyébként annak ellenére, hogy én magam is csinálok különböző reklámtartalmakat, amikor felkérnek, általában olyasmit, amikkel én tudok azonosulni. Általában én magam is úgy élek, hogy szeretem a luxus termékeket, tehát olyanokat reklámozok. Tudod, mit nem bírok? Mikor valami nem önazonos. Hát álságos valahogy. Álságos. Mm-hmm. Tehát például én a mai napig nem, egyszerűen a hideg fut a hátamon az Ördög Nórától. Nem tehetek róla, soha nem bántott, végtelenül cuki volt mindig. De amikor előadja azt, hogy potyognak a könnyei, mert két napig nem látja a gyerekeit, ezek nem természetes dolgok. Nincs olyan szülő, aki nem mondaná azt, fú, leadtuk őket a nagyihoz, de jó, tudod? Tehát, hogy így, és például azt tudod, hogy mondjuk eljátsszák azt, hogy mondjuk a múltkor volt egy ilyen, hogy hát a kisbolt, tehát eléggé nagy országos port kevert föl, tehát maga a koronavírus nem volt ennyire fölkavaró, mint a kisbolt költözése, mert ott ugye a szomszédoknál kitaposták a gyepet, és akkor attól nagyon kivoltak a szomszédok, és akkor könnyes szemmel Nóri el is sírja magát, hogy ők a kisboltot puszta szeretetből csinálták. Csak azért, hogy jót tegyenek a világnak, és megmentsék a világot a pusztulástól. És tudod, hogy így állsz, hogy ez most erre miért van szükség? Tehát, hogy így miért nem lehet azt mondani, hát ne hülyeskedj, hát lóvért csináltuk. Hát én is, mikor reklámozom valamit, egyetértek a mondjuk a termékkel, tehát igen, nem szeretek olyat csinálni, amiben nem veszek részt. De hát természetesen nincs abban semmi titok, hogy ezért kapok egy szemmel láthatóan szép összeget, nem? Tehát, hogy mi a baj ezzel? Egyébként itt a kamera, tehát hogy bele tudsz nézni a kamerába, itt van benne, pont veled szembe. Kivágás, a tükörbe. Itt. Ja, jó. Csak tényleg szólok. Ja, igen, de mindig ott... Ott keresed, mert igen. Kontaktálok egy személlyel. Azt akartam mondani, hogy most a kamerát keresed, vagy a kollégámat keresed. Nem mindegy, szóval... Na mindegy. Mi alapján pécézel ki magadnak valakit? Tehát, hogy így a múltkor azt hiszem, hogy az Iszakeszti volt az, aki így... Szóval, hogy mindig van valaki, de mi alapján mondod meg valakiről a véleményed, és mi alapján szelektálsz? Nem tudom egyébként. Az Iszakeszti, mi volt az Iszakesztivel, várja, mert nem emlékszem. Nincs ilyen, nem pécézek ki. Tudod, itt pörgettem az Instát, a legnagyobb hülyeségek nagyon megfognak. Zavar az ostobasság? Nagyon végtelenül általában, tehát hogy az szokott megfogni, a hiteltelenség szokott nagyon megfogni,
De megvan a szó, az álságosság szokott megfogni, uh-huh, tehát uh-huh. Például az ördögnóriéknál mindig ezt érzem, hogy ilyen elképesztő álságosak, iszonyú teátrális, mint elsírjuk magunkat, tudod, teljesen ki vagyunk borzalmas, nem láttuk a micikét 2 napig, és megy ez a baromság. Tehát ezekbe bele szoktam állni, vagy ugye amikor puszta baráti szeretetből csináljuk a kisbótot, 850 a kakaós csiga mondjuk, meg ugye azért a hozzáadott tartalom is nagyon fontos a számomra, tehát hogy azért nem tudunk egy kis piroskáról beszélni, egy udvaros Dorottyát nem említünk meg az Insta sztoriba, független attól, hogy nincs olyan részvétele, tudod, de, uh-huh. De amikor olyan emberekről beszélünk, akik nem is érted, hogy kerül oda. Tudod? Tehát, hogy így nem érted. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az ismertséggel, a sztársággal, azzal a sok előnnyel, amivel ez jár, ugye, ez a rengeteg ingyen élet, ajándék, utazás, nem tudom, ezzel kötelezettségek és felelősségek is kellene, hogy járjon. Társadalmi felelősségvállalás, kiállni. Ezt miért kaptam meg? Hogy lenném is. Ja, tényleg? Jó. Nem volt néma? Nem hallom, hogy... Nem ám, jó. Azt elmondod nekem, hogy te mit tartasz teljesítménynek? Szerinted mi a teljesítmény? Hát, hogyha van egy polgári foglalkozásod, amiben sikeres vagy, amiért példamutató vagy, és amiért azt lehet mondani, hogy igen, őt elismerem ezért és ezért. Ez lehet egy sportoló, egy edző, egy nagyon jó szakember, egy kőműves, egy autószerelő, bármi lehet, aki csinál ilyet, de mondjuk, ha megkérdezem én tőled, hogy vannak ilyen kedvenc neveim, de hát nem tudom, szabad-e ilyet mondani, de mondjuk a Berki Mazsi, Berki Krisztián, média személyiség, mert most ezt már úgy hívják, nem, tudod, média személyiség, tehát nem tudom, Judit, hogy te ezzel tisztában vagy-e, de már nincs olyan, hogy riporter, mert mondjuk annak idején a Kurlik Júlia, az mondjuk nem tudom, lehet, hogy speciál nem ő, de mondjuk az a kvalitású emberek, évekig jártak mondjuk beszédtechnika tanárhoz, tudod? Hogy járnak tudjanak... is még, képzeldem. Kell járni, és kellett rádióengedély is, csak mondom. Tehát, na, de most ez már nem kell, tehát ugye Berki Krisztián média személyiségnek a felesége, nyilván az egész social media felülete az reklám hátán, tehát még ott sincs egy ilyen szelektálás. Ha ezt kritizálod, akkor nálunk általában azt szokták mondani, csak azért kritizál, mert irigy. Tudod, ez a legjobb. Muci, semmi nincs, amire irigy lehetnél. Azért, mert érte a lábadat a sós víz egyszer, attól azért ez nem egy ilyen nagy durranás. Na mindegy. Rosszat mondok? Abszolút. Ja. Kollégám el kivonul, de nyugodtan röhöghetsz. Tudod, ez az a büfé, ami megengedett. Nem baj, Csabat jól viseli. Tehát nálunk minden szabad és minden megengedett. De ha mondjuk ő egy okleveles óvónő lenne, és például a social médiájában beszélne a gyermekpszichológiáról, vagy a gyermekgondokról, vagy a gyermekéhezésről vidéken, érted, amivel hozzátesz valami tartalmat, itt egy zsák ruha is úgy van átadva, hogy 8 kamerának kell vennie. Tehát én nem értem. Tehát én ezt nem tartom sokra, megmondom nagyon őszintén. Megkérdezem én, és ez természetesen a társadalom hibája is, aki egyébként nézi meg, követi őket, csak megkérdezem én, hogy ezt most miért csinálod? Tehát, hogy miért követed, miért veszed meg a termék? Tehát, hogy tehát, hogy ő miért kerül oda? Tehát miért van vélemény? Miért hallgassak rá? De lehet, hogy ez az én kétségem, de bizonyára, hogy az ember szabadúszóvá válik, és én már csak tudom abból a szempontból, hogy nem dolgozom kereskedelmi tévékkel, sem ugye közszolgálatom, meg ugye hát nincs hely lehetőség, mint tudjuk. Szóval azért nehéz előállítani valamit, például egy ilyen jellegű műsort még a YouTube-on is. Mert ugye ez az bizonyos költségkelje. De ha azt látom, hogy egyéb iránt Berki Mazsival, és sorolhatnám még kikkel vagyok harcba azért, hogy egyébként ne egy mögé álljanak, vagy egyébként mögé is beállhatnak, de hogy a hirdetési felület esetlegesen egy olyan műsor legyen, ami talán értéket, vagy tartalmat, vagy olyan embereket próbál közvetíteni, akik adhatnak valamiféle edukációt, vagy érted, mit mondok? Akkor uh-huh. Viszont nagyon nagy iszonyat problémával küzdök, mert hogy ezek a kereskedelmi cégek,
cégek vagy a hirdetők, egyszerűen azt látom, hogy az influencereket zabálják, de szó szerint zabálják. És egyszerűen az van, hogy náluk hirdetnek. Most a kérdésem az, akkor ez kinek a hibája szerinted? Tehát, hogy a Berki Mazsi hibája, és a sorolhatnám még egy csomó celebnek a hibája, aki kihasznál és felül erre a vonatra, vagy annak a hirdetőnek a hibája, és nem kis cégekről beszélek, tehát multicégekről beszélek, aki azt mondja, hogy már pedig ezeknek a modelleknek ez az amaz ad olyan felületet, ami és pénzt, nem kevés pénzt, mert hogy van olyan celeb, aki 1.300.000 forintot kér 3 darab posztért, és egy poszt például tényleg van olyannál, aki 300-400.000 forintba kerül, szóval akkor kinek a hibája ez, Csaba? Hát nyilván ez arról szól, hogy generál-e eladást, és ha eladást tud generálni, akkor ez egy kereskedelmi tevékenység. Itt az a szörnyű, hogy, de figyelj, ha elmegyünk a kereskedelmi televíziózásba, akkor most gondolj bele, hogy több millióan nézik azt a műsor, vagy több százezer, nem tudom a nézettségi adatokat, hogy én ott ülök egy fotelba, egy ilyen citromnak öltöztetve, mert úgy nézek ki ugye egy citromsárga zakóba. Ja, értem. És azon tanakodom három, vagy rajtam kívül négy nagyformátumú emberrel, hogy az oktopuszi jelmez alatt ki lehet. Tehát, hogyha most belegondolsz, maga a kereskedelmi televíziózás is erről szól, hogy azért hirdet ott a nagy multinacionális cég, mert mi azon tanakodunk, hogy ki lehet a panda. Értem, de hogy azt mondtad, hogy a teljesítménybe hiszel, de akkor ez a fajta tevékenység, ez teljesítmény? Vagy dehogy minden... is, ki mondta ezt neked, hogy teljesítmény? Én 20 éve egy modellügynök vagyok, és világsztárokat építettem föl, és csináltam meg, és magyar lányokat futtattam be a divat szakmába. Én azt gondolom, hogy ez a teljesítmény. Az, hogy elmegyek egy ilyen műsorba, megint csak azért, mert fizetnek érte. És ugye ez megint egy érdekes dolog, hogy nálunk itt nem mondjuk ki, tudod, szemlesütve mondjuk, jaj, ne is beszéljünk a pénzről, nem. De Amerikában olyan büszkék arra az emberek, hogyha sikeresek, érted? Most nem azt mondom, hogy minden jó, ami onnan jön, de hogyha te ott szép ruhába jársz, és föl vagy öltözve, és sztár vagy, akkor mindenki azt mondja, hogy fú, ez igen, ezt utána kéne csinálni, ez milyen menő. Nálunk meg azt mondja, hagyjad már, nézzé már rá, mit képzel ez is magáról, és ordítanak. Tehát, hogy így... Jó, persze a Forbes listán Amerikában példamutatás is szerepelni, meg büszkeség szerepelni. Magyarországon azért ez kétséges, és borzasztóan nagy kérdőjelek vannak ott. A tekintetben is, hogy ki, hogyan és miért kerül fel oda, érted? Hát, vagy... azért nagyon vicces dolog, hogy kik vannak a Forbes-on szerintem. A magyarom? Igen, a magyarom, ja. Okay. Jó, persze mi egy ilyen új társadalom vagyunk, meg ugye az új gazdag réteg, akik tényleg a való világból kikerülnek, és nem tudom, 15 év alatt az ország vezető, műsorvezetői, meg celebjei lesznek, úgyhogy nem tudom, nem volt foga, amikor a műsorba került, tudod. Uh-huh. Tehát, hogy így lehet, hogy már, és akkor másképp élik meg azt, ha valamilyen anyagi juttatáshoz jutnak, tudod. Uh-huh. Tehát lehet, hogy nagyképűbbek lesznek, vagy nem tudom. De hogy úgy csináljuk, mintha olyan ciki lenne azt kimondani, hogy persze, elmentem egy műsorba azért, mert fizettek, mert szórakoztató volt, és ezt a szórakoztatást adtad a nézőknek. Te kommunikációs és PR szakember vagy, ugye ezt tanultad? Igen, aha. Ebből élek, a modellügynökség is kommunikáció PR-ról szól. Mondjuk van egy modelled, egy Mihaly Kenikő, akinek van egy... Most mondok el egy nagyon jó példát, nyilván nagyon jót tudok csak mondani, ugye? De miért? Azt bírom a legjobb, amikor saját magadon röhögsz. Az önirónia a legfontosabb, az is igaz. De hogy például Mihaly Kenikő kirak magáról egy képet, ne kérdezz, hogy milyen indítatásból, az se, hogy egyetértek-e vele vagy sem. Ugye most áldott állapotban van, kirak magáról egy mesztelen képet. Tudjuk a magyar kommentelőket, hogy ultra agresszívek, ultra primitívek, mindent ordítanak magukon kívül. És mondjuk azt mondják, hogy miért kell megmutatni, hogy te se vagy képes másra, csak hogy a testedet mutogatod, de, és mindenki szidja, vagy nem tudom, lehozzák a sajtóorgánumokat, kommentálnak a kép alatt, jobbra-balra. Ugye egy jó kommunikációs vagy PR-os ebből mit csinál, kihozza a legjobbat. Úgyhogy ennek kapcsán Mihaly Kenikőnek címlapfotózása lesz a mesztelenségről. Tehát
Tehát meglomoljátok ezt a hullámot. Igen, egy pszichológussal beszélgetése volt, egy online beszélgetése volt, megint csak a messzelenkedésről, a prűdségről, a magyar társadalomról, stb. Stb. Tehát, hogy egy PR kommunikációs ember az ezt hozza ki egy ilyen történetből, amikor negatív támadás éri. Arról nem hallottalak beszélni, hogy te hogyan fogadod ezt a sztárságot, vagy hogyan viseled a kommentelőket, a nyilvánosságot. Képzeld el, hogy sehogy nem érdekel. Tehát elmész mellette? Tehát, abszolút, hogy észrevesznek, nem. Megismernek, oda mennek. Én ugyanolyan vagyok, mint voltam. Figyelj, nekem az az egy szerencsém, hogy már ezt vén fejjel kaptam meg. Vagy, de nem is kaptam meg, én ezt magamnak építettem, én tudtam azt, hogy elkezdem, vagyis nem tudtam, mert nekem 2000 követőm volt a social médiában, ugye az Instagramon, és ez elkezdett elképesztő sebességgel nőni, és a végén ez lett, de amikor már láttam azt, hogy ez hogy megy, hogy emelkedik, és hogy elkezd nőni, akkor már biztos voltam benne, hogy hát ebből itt akkor ez robbanni fog, és ismert leszek, de ugyanazt a kispolgár életet élem, ahogy eddig, megyek a Spárba, tolom a kocsit, csacsogok a zöldségessel, állok a hentespultnál az összes nyugdíjas testvéranyámmal, válogatom a felvágottakat. Tehát, hogy így nem, ez egy butaság ezt elhinni magadról, hogy te valaki lettél. Tehát, hogy így én mindig, mikor megállítanak és szelfit kérnek tőlem, és ott megyek a barátommal, vagy az anyukájával, és mindig mondom, jaj, ne haragudj, olyan kínos, de... De akkor nem, de hát csinál, tehát persze ez hozzá tartozik. Mi az, aminek köszönheted ezt a fajta felfelévelést ebben? Fogalmam például sincs. Szerintem van benne egy önazonosság, tudod, tehát hogy nem akarok mást mutatni, mint ami vagyok. Persze ez nem igaz, mert van egy szerep ebbe, amikor én egy Instastory-t csinálok, és affektálok, és nem tudom, ez egy szerepjáték. Más a hangszín is, persze. De hogy... Most mit tudom, elmegyek a fogorvoshoz, és mutatom, és beszélek úgy, hogy folyik a nyálam, tudod, mert le van zsibbasztva a fél fejem. Mindenki volt már fogorvosnál, mindenkinek folyt már a nyála. Most is egyébként hülyén beszélek, mert egy idéglenes korona van fölrakva, tudod, és túl nagy, és így kicsit így köpködök jobbra-bara. De jó, hogy itt a tükör. Persze, nem köplek telibe, drága Juditom, ne is izguljál miatt. Úgyhogy, de hogy csak azt akarom mondani, hogy ez mindenkivel volt. Most én miért nem mutassam ezt meg, tudod? Tehát, hogy ebben nyilván bizonyos morális meg kereteken belül csinálod, de hogy mi a baj ezzel? Miért ne lehetne megmutatni? Miért kell mindenkinek a tökéletességet mutatni, mintha rajtad nem lenne hiba? A social médiának ugye az a lényege, hogy az emberek kukucskálni akarnak. Pont ezen röhögtünk, ma elmentünk sétálni a barátommal, ott a lakunkat van egy erdő, és minden reggel úgy indítunk, hogy jó, te csináld az Eller turmixot, tudod, én gyümölcscentrifugálom az Ellert, ő meg csinál egy smoothie-t. És akkor két ilyen tartóval kimegyünk az erdőbe, kiskutyával, smoothie-val, és ez az igazi klasszikus kis amerikai melegpárként. És akkor röhögünk ezzel, hogy na, nézd már, mi is mondom, de én nem ilyen voltam, bubu, hát most miért kell nekem milyen? Jó, mert amikor te fiatal voltál, akkor cigi vodka volt a divat. De most már minden gluténmentes, meg laktózmentes, és ha te gluténos kenyeret eszel, akkor már dobják a keresztet. Nézd oda, gluténos a kifli! Tudod, minek idegben van? Hát ez... Most már ez a divat, most már így megyünk a shakerrel, és we are like two Americans, oh my god, sweetie, do you want a celery? No, I want my smoothie. És akkor így kocogunk, és very healthy vagyunk. És tulajdonképpen ezt mutatja mindenki, tudod, a social media, mindenkinek van egy ilyen amansztmara, vagy mit tudom én, hogy mondják. Jó, de minden rosszat számítsd az életedbe, úgy értve, hogy a vodkát említetted, azt is számítsd, tehát minden ja, ilyen rohadt egészséges van. Nem akarok erről van. Beszélni, mert borzalom, igen. Tényleg? Kocogunk, meg tök minden. Úristen, három hónap alatt fogytam 13 kilót. Belehalok. Hát már nincs semmi rossz alkodás, érted? De... Azon rögtem, amikor mondtad, hogy nem azért állt a futógépre, hogy egyéb iránt egészséges legyél, hanem azt, hogy frankon jól nézzél ki a tükörben. Csak ezért, persze. Bubu meg nagyon sportos.
úgy, volt olimpikon minden, tehát hogy ott meg menni kell. Azt nem fogalmazódott meg benne, csak kérdezem, mert hogyha az ember naponta tényleg egyfolytában látom, hogy sztorizol, posztolsz, hogy kiégsz, ez nem félsz ettől a dologtól, és hogy nem a Cilát égetett ki, hanem a Kajdi Csabát. Dehogy is, addig csinálod, amíg van hozzá kedved. De mi, ezt szerinted abba tudnád hagyni? Hát bármikor, aha. Kicsit most... ilyen méreg egyébként, tudod, mert így, mert van egy ilyen interakció a követőiddel, ők igénylik, de hát nyilván minden műsor véget ér egyszer, tehát semmi nem tart örökké. Most még megy, ha úgy érzem, hogy már unom, és nincs hozzá kedvem, és nem tetszik, akkor abba hagyom. Vannak előítéletek veled kapcsolatban? És hogyha igen, akkor azok hogyan módosulnak akkor, amikor megismernek és meglátják? Ő most kimegy, csak azért, hogy hátulról vegye rólad képeket. Általában hátamokat ordítanak ebbe a szakmába rólad, tehát nem a szemedbe. Nem érdekel az előítélet egyébként, mert mindig arra gondolok, hogy most nyilván a közvélemény és a rágalom az egy káros dolog, és pont Marie Antoinette írt egy levelet a börtönből, a conciergerie-ből küldött egy levelet Madame Elizabethnek, a sógornőjének, ahol azt mondja, hogy az emberek nem fegyverekkel gyilkolnak, hanem szavakkal és rágalommal. És egyébként ez nagyon így is van, hogy a mai napig ez van, hogy rácsütnek valamit, és akkor így támadnak. Én például ezzel a homofóbiával kapcsolatosan egyrészt nem tartom fontosnak és ízlésesnek azt, hogy ezzel az ember kérkedjen. Azt tartom fontosnak, hogy ez természetesen kezelje, és a feedback is természetes legyen. Tehát, hogy így rád néznek, hát itt van a párjával, kész, túl is mentünk. Tehát én se döbbenek azon meg, hogyha téged meglátlak a férjeddel, és nem bököm meg a bubut, és mondom neki, te láttad a Juditot? Egy férfival van együtt. Hát nem komplett. Hát már ide jutottunk, hogy már ő is. A magyar társadalom erre kész van szerinted? De hogy a magyar társadalom nincsen, de a magyar társadalom az egy kő alatt van tartva már 50 éve. És még lesz is szerintem. És még lesz is. Jó, az de, irány. De például az, ahogy én kezelem ezt az egészet, nyilván, a fricskát mutat, szerinted? Vagy nem, görbetükről az én követőim ezt elfogadják. Facebookon szokott ez inkább terjedni, amikor ott írják, tudod, hogy rohadt köcsög, rohadjon meg az ilyen buzeráns állat, tudod, ilyeneket írnak. Mindig rákeresek, hát és egy eke mellett áll valaki, vagy egy, tudod, tehát hogy így most nem akarom minősíteni az embereket, de nyilván nem a társadalom legműveltebb és legcizelláltabb rétegeiből jönnek ezek a megállapítások, ami megint csak érthető, mert kijelentenek valamire, kijelentik azt, hogy ők alacsonyabb rendűek nálad, akkor a legprimitívebb érzi a felsőbb rendűséget, hogy hát ezért ennél még én is több vagyok. Uh-huh. Tudod? És ez így, de ez jellemző a rasszizmusra, az antiszemitizmusra, mindenre. Tehát, hogy amikor a zsidók ellen mentek a propagandák a 40-es években, akkor pontosan a patkányokhoz, a rágcsálókhoz, az élősködőkhöz hasonlították őket, úgyhogy a társadalom legalacsonyabb rangú embere is, ez most ez intellektuális, a műveltség, iskolázottság, társadalmi megítélés, minden szempontból mondom, ő úgy érezte, hogy az a nagyon művelt zsidó származású festőművész, vagy szobrász, vagy kereskedőnél ő mennyivel följebb, vagy magasabb rendű, meg rangú, hiszen ott van leírva, hogy ezeket most lehet gyalázni. Ugyanez a melegség. A fogatlan, kőműves legény vidékről egy gumicsizmás képpel odaírja, rohadt buzsi, dögöljön meg az összes ilyen, tehát most ezzel nekem kéne foglalkoznom, tehát ezzel minő, ki kéne ott akadnom és belemenni, tudod, egy ilyen jó komment háborúval. Vagy te, aki mondja másra, az mondja magára. Mit kéne csinálnom? Te egy olyan közegben nőttél fel, egy nagy polgári családban, egy művelt intellektuális közegben, hogy ez te, nem azt mondom, hogy természetes volt, mert mondtad, hogy édesanyád mondta, hogy majd kinőved ezt a sztorit, de hogy másképp kezelik ezeket. De ugyanakkor természetes, figyelj, minél műveltebb társadalmi osztályba vagy, és minél tanultabb és műveltebb, annál elfogadóbb tud lenni. Van bizonyos mértékben konzervatív, tehát mondjuk ha belegondolsz, akkor az orosz arisztokrácia és maga az arisztokrácia az egy ilyen ultrakonzervatív társadalmi osztály volt,
Viszont Jusupov herceg, aki híres volt arról, ő ölte meg egyébként Rasputin, de híres volt a melegségéről, hiába az orosz cár volt a sógora, senkinek nem volt ezzel problémája. Tehát, hogy ez nem egy kérdés, tudod? Tehát, hogy ez nem minősíti az életedet, a munkádat, a munkásságodat, hogy mit teszel, mit érsz el az életben, mert nem akartam mondani, hogy mit teszel le az asztalra, mert te mit tettél az asztalra, ez ilyen közhelyes. De hogy ez nem befolyásolja azt. Engem egyáltalán nem érdekel, hogy most mit gondolnak róla, vagy rólam. Sőt, azt gondolom, hogy a sikeres embereknek, azok, akik melegek, azoknak sokkal inkább föl kéne vállalniuk. Mert azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen, tudni, ilyen ördögtől való dolog, amikor Marika néni bemegy a körzeti orvosához, aki meleg, elmegy a mérnökhöz, aki meleg, elrohan a szabójához, meg a fodrászához, meg a nem tudom hova, és ezek majdnem, nem azt mondom, hogy minden esetben, de rengeteg, miért ne lehetnének akár melegek is, inkább így fogalmazok. Hát talán akkor nem kellene az Eres csatornán is menekülni valószínűleg. Így van. Ugye nálunk azért az utóbbi időben állandóan az történik, hogy keresünk egy ellenséget magunknak. Akkor most esetleg ez a meleg dolog az ellenség, amikor ezt kizárjuk, vagy nem tudom, ahogy kezeljük. És ezt te hogyan tudod kezelni egyébként magadban azt a fajta, nem tudom, hogy igazából azt látom a társadalmon, hogy és nem azt mondom, hogy folyamatosan népútítás megy, de valahol tényleg ezt érzem. Utában tartunk egy társadalmat, annál inkább irányítható. És ez egy nagyon fontos rész, hogy ne legyen gondolkodó. És ugye a demokratikus és a liberális gondolkodás, a művészetbe való szabadság, amit nem lehet elfojtani, tehát hogy nézd meg a 18. században az enciklopédistákat, hiába próbálták ugye elfojtani őket, nem lehetett. Az fejleszti a társadalmat, és de minél primitívebb és minél jobban le akarjuk butítani a társadalmat, szerintem annál inkább irányíthatóbbá válik a tömeg, ami egyébként össze is jött. A társadalom, hogyha művelté válik, gondolkodóvá válik, felfogja a problémákat, onnantól kezdve borzasztó nehéz irányítani. Tehát, hogy most jelenleg arra kell törekednünk, hogy ezt a társadalmat nagyon hülye szinten kell tartanunk, szinte picit, tudod, picit, nem tudom, láttad a kis hableányt? Igen. Tudod, amikor az Erik herceg, tudod, az Ursula, nem tudom, minek nőnek öltözik be, vagy átalakul, de ellopja az Arielnek a hangját, és azon a hangon beszél és énekel, és Erik hercegnek, tudod, így meg van bűvölve. Na, most szerintem így meg van bűvölve a magyar társadalom, mint Csóri Erik herceg volt. És ebben a középszerben, mert szerintem most az uralkodik ebben, hogy hogyan tudsz élni, érvényesülni, létezni a saját kis világod? Igen, aha, kizárok minden mást. Tehát ez egy túlélési eszköz akkor neked valahol? Igen, anyám barátnője azt mondta, Anna Mária, a sajtbúra, és mondja az anyám, mi az Isten ez a sajtbúra? Semmi, a sajtbúra, nem halasz meg semmit, ami körülötted zajlik. Egyébként ez egy strucc politika, nem biztos, hogy ez jó, mert hogy azért figyelni kell a veszélyre, tudod. Tehát, hogy ugyanez a... Nekem szerencsém van, mert én el tudok menni Franciaországba, vannak ott gyökereim, rokonaim, bármikor visszamehetek, de magyar vagyok, és szeretem a hazámat, és szeretem az országot, a napfényt, a Dunát, az embereket, a nyelvet, tudod, tehát hogy nagyon sok minden. Ez egy ilyen nehéz időszak, de szerintem ilyen lehetett Németország is a 33-tól 45-ig, tudod, amikor nem akart, és az utolsó percig az ember halogatta, mert azt mondta, hogy biztos nem, ennél nem lesz már rosszabb. Pedig nem fog megtörténni, és amikor igen, és nem történik meg. És megtörténik. Én azt látom, hogy az elmúlt 10 évben egy folyamatos gyűlöletkeltés van, és erre a magyar társadalom az nagyon ugrik, tudod. Aha. Tehát, hogy ez picit olyan, tudod, amikor azt mondja, nálunk nincs antiszemitizmus, igény van rá. Tehát, hogy ez bármikor ki lehet robbantani, a mi társadalmunk ezek szerint tökre ugrik arra, hogyha lehet gyűlölködni. Tehát egyébként, ha elkezdődik egy nagyobb homofób kampány, akkor simán lehetek az áldozata, és azok az emberek, akik eddig
eddig a követőim és rajongóim voltak, lehet, hogy azt mondják, hogy rohadt köcsög, dögölj meg, az ilyeneket meg kell égetni. Az úszítás? Miért gondolod ezt? Aha, igen. Meg aha, amikor felhatalmazzák az embert a gyűlöletre. Megteheti. Igen. Aha. Volt egy ilyen még, mielőtt elindult ez a Fidesz rendszer, 2010-ben indult talán, és már előtte volt, tudod, ilyen provokációk, akkor a meleg felvonulásokat igen, megdobálták, ment ez a teljes izé, elkezdődött egy ilyen nagyon erős zsidózás, antiszemitizmus. Az utcán egy rabbit megvertek a Dohány utcában. Tehát, hogy mert felhatalmazva érzi magát az egyszerű ember. És egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert egy social mediára visszakanyarodva, igen, ha én mondok valami cizelláltan humorosat, vicceset mondjuk egyik celebről, és, vagy, de bármi olyasmit, az már a köznyelvbe, az emberek kommentjeibe, az, tehát ugye most nem tudok neked olyat mondani, mondjuk itt van példának mondtuk az Ördög Nórát, és mondom, fiú, hát a kisbolt elköltözött, és tudod, ebből egy ilyen gegget csinálok, neki már azt kommentálják, rohadt, büdös, ízé, mit képzelsz, a gyerekedet eladott, tehát ott érted, tehát, hogy így, tehát másképp csapódik le az emberekhez. Ezért gondolom azt, hogy a népszerűségnek borzasztó nagy ereje van, csak nem mindegy, hogy hogyan használják. Igen, abszolút. Te ezt hogyan használod, vagy hogyan próbálod jóra fordítani? Bizonyára átgondoltad akkor, amikor tényleg azt láttad, hogy folyamatosan emelkedik a követőidnek a száma, hogy tényleg felelősséggel tartozol. A social media az egy baromi erős dolog, és egy nagyon erős felület. Erre rájöttek nagyon sokan. Nem véletlenül ugye Magyarországon is a politikusok kommunikálnak a social media felületen, most van TikTokon is. Annak idején ugye az be is bizonyosodott ugye, hogy a Trumpnak a választását szinte a social médiával tudták megnyerni. Tehát, hogy itt meg még ugye... ezzel az van. Tessék? Meg még ezzel az van. Meg még így is, így van, hát ez mindig, tudod, nálunk is tűntek el, jaj, leállt a szavazógép, hát az anya úristen itt megállt a gép, tudod, tehát azért volt ilyen is. Ups, egy rövid szünetkérés, nagyon fontos számunkra, és a leendő hirdetőink számára, hogy minél többen nézzetek és kövessetek minket. Így, ha még nem tettétek, akkor kérlek iratkozzatok fel a Szféra Péterfi Judittal YouTube csatornára, kövessetek be mindenképpen az Instagramon, és a Facebookon is megtaláltok, a hivatalos oldalomon tegyétek meg, kövessetek, nézzetek, köszönöm, hogy velem vagytok. Én azzal próbálom ezt kompenzálni, hogy már az elején ugye mindig kitaláltam ilyen Cilla Gastro, Cilla Kurtul perceket, Cilla Tourst, és akkor utaztam, és akkor ott kulturális dolgokat is belevittem. Tehát például a reklámozás ez nagyon érdekes része, hogy elfogadom azt, hogy egy olyan bázist építettem föl 2 év alatt, hogy nem tudom, 260 ezer ember követ. Nyilván ez nem olyan sok, mert a Kulcsár Edinát 380 ezeren követik. Na, ugye? Van viszont... hova fejlődni, apukám? Hát van hova, persze, sokkal tartalmasabbak a felületei, mint az enyém. De hogy mégis azt gondolom, hogy lehet egyébként a reklámokon kívül érdekes tartalmakat is biztosítani, ami egyébként érdekli az embereket. Tehát lehet, hogy az én előadásmódom jó, vagy más, mint a többieké, de az emberek szeretik, és igénylik, és amikor, mit tudom, elmegyek a Musée d'Orsay-ba, Párizsba, és az impressionistákról, és a poentizmus, és a fofizmus, és nem tudom miről vakerálok ott egy órán keresztül, egyszerűen imádják az emberek. Akkor a tudást lehet, hogy valahogy ilyen formán, ilyen stílusban kellene bevinni a közéletbe? Azért kérdezem csak ezt, mert ugye nagyon sok embertől lehet hallani, hogy már nem néz tévét, mert hogy azt mondja, hogy a kereskedelmi tévék olyanok, amilyenek. De lehet, hogyha egy más stílusban tolnák azt a fajta intellektuális tartalmat, akkor vevők lennének rá az emberek, nem és abszolút. Nem hallanám. Igen, és nem hallanám folyamatosan a kereskedelmi igazgatóktól azt, hogy de hát ezt nézik, erre van igény. Figyelj, biztos, hogy a mainstream médiában nagyobb igény az egyszerűbb műsor, tehát hogy a való világ az jóval több ember tudott leültetni, mert nem kell gondolkodni, tudod. Tehát, hogy de ugye ez nem csak, látod, a televíziónak is lenne felelőssége abban, hogy mit közvetít. De persze ehhez jó műsort kell csinálni, mert én emlékszem drága nagyanyámnak,
Dél-Franciaországban lakott, és azért bevezette anyukám a magyar tévét, és néztem, mentem föl. Mama, mit nézel? Jaj, ne is idegesíts, már megint felszállott ez a kurva páva. Annyira unom, mert volt valami műsor, hogy felszállott a páva, és ott ilyen Veresegyházi nénik, tudod. Már mi nálunk, babám, már, és ez volt a műsor. Tehát, hogy így, hát erre tényleg nincs igény. Engem tényleg úgy nevelt anyukám, hogy, tehát, hogy te nem nézed le azt a kirember, aki a lakásodat meg takarít utánad, hanem hálás vagy azért, hogy olyan munkát végez, amit te nem végzel el, és köszönetet mondasz. Tehát, hogy így, nem tudom, biztos másképp neveltek minket. Van egy társadalmi felelősségvállalás, amit úgy érzem, hogy el kell mondanom, ki kell mondanom dolgokat, de ezt hangsúlyozom, hogy ez teljesen az én véleményem. Tehát ezzel nem kell egyet érteni, nem kell elfogadni. És ez is egy fontos dolog, hogy nem utálok valakit azért, és nem rekesztek ki valakit azért, mert nem ért velem egyet. Uh-huh. Tehát, hogy van olyan, hogy valaki mondjuk nagyon náci, és nagyon kira, rohadt négerek, meg a buzik, meg a zsidók, meg a ez, és mindenkit szíd, nem tudok vele mit kezdeni, tudod? Tehát úgy vagyok vele, hogy hát, sajnálom, tehát akkor nem tudunk leülni egy asztalhoz, ezt nem tudom hallgatni. Értem, hogy van ilyen vélemény, csak hát ne kelljen ott lennem. Volt egy film, mindjárt mondom, Ralph Fiennes. A napfényíze. Napfényíze, igen. Mm. És abban volt egy ilyen mondat, és ez így megragad bennem, tudod, hogy egy ilyen beszélgetés volt, mindegy, a Vivo klubban zajlik, amikor azt mondja, hogy az antiszemitizmus az a sikertelen kispolgári emberek betegsége, és van, aki ezt elhiszi, és én ebben hiszek egyébként, vagy ezt gondolom, hogy és most ez egy antiszemita példán keresztül, de minden kirekesztésre azt gondolom, hogy ez a sikertelen és kispolgári embereknek a betegsége. Tehát, hogy akkor tud egyébként a Burke szerint akkor tud a gonosz győzedelmeskedni, hogyha a jók hallgatnak. Budapesten születtél, ugye Franciaországban nevelkedtél, vagy gyerekeskedtél. Ah, sokat, igen. Sokat voltál ott. Meg az is befolyásolt bizonyára, hogy egy olyan közegben nőttél fel, ahol tényleg egy Bárint Rezső festőművész volt a dédapád, a dédnagyanyának galériája volt Párizsban, igen. Akkor Csáki József szobrászművész. Tehát, hogy olyan közeg, akkor ezt fel tudtad mérni, hogy dehogy is, papák meg mamák voltak. Olyan csak értelemben csak, hogy az kiderült, érték, amit ők képviseltek, nagyon az érték... Nagyon volt mindenki. Nagyon? Azt értéknek láttad, vagy ez csak később esett le, hogy egyéb iránt neked kik is a rokonaid? Nekem ez nem tűnt föl, hogy ez ennyire menő. Egyébként a mai napig nem tűnt volna föl, hogyha én a Barki Gergelyen nem beszélgetek, és nem mesélek neki, és ő nem meséli el nekem, hogy az én rokonaim valójában kicsodák, tudod. Tehát, hogy így, hogy milyen szerepet töltöttek a magyar képzőművészetbe, milyen szerepük volt a képzőművészetbe, az irodalomba, az én dédnagymamámnak a galériája Párizsban, és az egész kör, tehát, hogy a dédnagypapámnak ateliéje volt, és saját kiállítása volt, Amadeo Modigliani valaki, az igen. Egyik legnagyobb festőművész, ugye majd, tehát, hogy milliókért mennek Euróba ugye a képei. József Csákinak a személyes levelezése az én dédnagymamám testvérével, Clara Wintel, tehát hogy fogalmam sem volt. De hogy ez... tök véletlenül kerültek el ezek a szerelmes levelek is. Ja, ott van egy ilyen is. Egyébként igen, anyukám mondta, de hát a Klári levelezett a Jóskával, tudod? És közben pedig ilyen legződik ki, érted? Wow. Persze, vagy bementünk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, mert azt hittem, hogy van egy József Attila kéziratom, mert az Évának, a Révai Évának... A nagymamának volt ő a nagynénye, ugye? Igen, igen, a nagymamám nagynénye volt, és József Attila udvarolt neki, és aztán kiderült, és ez már egy történelmi tény volt, hogy udvarolt neki, és én azt tudtam, mert az Éva mindig azt mondta nekem, hogy te figyelj ide, ez a József Attila sose volt normális, hát én nem is csodálkoztam, mikor mondták, hogy a vonat elé ugrott. Mondom, Éva, hogy mondta a cíjet, hát ez a nemzet költője, hát minden. Nem volt komplett, hidd el nekem. Tud, nekem olyan fura volt, hogy beszélgetünk így József Attiláról. Aztán kiderült, hogy az anyjának udvarolt, akkor az anyja ugye a Kassák körbe tartozott, akkor ugye jött a Horthy fehér terror, akkor menekült. De én ezeket így nem fogtam föl, csak hogy így beszéltem egy idegen emberrel, nekem ezek, ez körülbelül olyan lehet, mint tudod, beleszületni mondjuk a Windsor családba. Mm. Tehát neked a
királynő az... Meg nem olyan. Szerintem azért nem, mert úgy nevelnek, és akkor már tudatosítják benned, hogy te ki vagy valójában. De te, ja igen, jó, ebbe igazad van. Aha, te nem, igazad így, van. Nem így szocializálódtál, sőt, amikor az vicces volt, amikor hallottam, hogy azt mondta, hogy öreg asszonyok között nevelkedtél fel, és te később élted a virágkorodat abból a szempontból, hogy te először ilyen nyugger gyerekként éltél, vagy valami hasonló. Abszolút, igen, mert én halálosan élveztem. Annyit tanultam ezektől az emberektől, meg imádtam, tudod, mindig azt mondta a nagyanyám, hogy a 45 előtti magyar társadalom nem ugyanaz volt, mint amit most látsz, tudod. Mert hogy ugye akkor volt egy grand bourgeoisie, egy burzsoázia, egy arisztokrácia, egy intellektuális, utána ugye jött a proletár munkás osztály, ami tulajdonképpen elsöpörte ezeket az értékeket. És ugye én ezzel a kis megmaradt magyar kolóniával nőttem föl Párizsba, és iszonyúan vonzott, tudod, az, hogy a nagynéném minden szerdán az Éva Párizsba, a Rue Lassépède-be, ugye igen, Rue Lassépède-ben laktunk, és minden szerdán volt egy ebéd, ahova meg eljöttek a vendégek. És a nagyanyám mindig ott jött, ment sürdülő, és azt mondja, már megint nyitva van a Marcovszky restaurant, hogy mindenki ide jön enni, tudod, az meg ott állod a háborgot, a Judit. De az is vicces, hogy igen, a családi barát Ady Endre, meg Czóbel, szóval, hogy igen. elég komoly repertoár. Hát meg igen, meg vagy... ugye Marcovszky Miklós író, akkor ugye volt a férje az Évának, és akkor... De tényleg... az Éva is ugye Coco Chanel-el dolgozott együtt. Igen, Carvenel, Coco Chanel-el, Paul Poiré-val, tehát hogy hát igen, ez ebben. Hát igen, ja, így, by the way, megjegyzem, hogy igen. Mikor elindultál a pályán, akkor tudom azt, hogy egy modellügynökségnél dolgoztál. Férfi modell akartál lenni, ugye? Hát igen, voltam is. Voltál is? Voltam is. Nem volt meg, egy hogy nagy világkarrier, de... Meg hogy egy modellügynökségnél dolgoztál, és akkor azt gondoltad, hogy egy idő után, hogy nem a mások szekerét told, hanem a saját magadét. Miben érezted azt a képességet, hogy neked ez sikerülni fog? Szerintem 20 évesen az ember mindent érez magába. Hát a 25 voltam, és akkor szerintem tele vagyunk tetvágyal. Szerintem én azt gondoltam, hogy hollywoodi sztár leszek. Tényleg. Na hát, haladsz. Jó irányba. Nem is sikerül, de akkor úgy mindent, tehát szerintem nincs lehetetlen. Most sincs, de nincs lehetetlen. Nekem vicces, mert ugye a barátom, ő 26 éves, ugye 20 év a korkülönbség, borzalmas egyébként, én olyan 6-nak lőném be a kettőnk közti korkülönbséget, de hát... De miért? Habitus, mentalitás? Mi miért? Nem, igen, hát én nem vagyok 46, hát ez egy hülyeség. Hát ezt én nem is tudom, hogy még ja, kimondanom. Ja, ez a tükör! Nem, a tükör az nagyon jó, mert nagyon jól nézek ki, meg kell, hogy hagyjam, de a személyimben ott van mégis a szám, tehát az attól meg ki vagyok, de mindenesetre őt se zavarja, engem se az nem is érdekel, de hogy nála látom azt a habitusába, hogy mindent meg lehet csinálni, és mindent jobban tud másoknál. Ó, értem. És kompenzálod ez valamivel? Aztán... Nem, hagyom, mert ki, tudod, egy fiatal srác, egy kis csikó, menjen, száguldjon, majd néha kicsit fejjel megy a falnak, majd megnyugszik. Én is mentem fejjel a falnak, és anyám nem tudott megmenteni. Én a tükröt azért hoztam létre, vagy azért szerettem volna, mert azt látom, hogy az emberek nem mernek, és nem is akarnak tükörbe nézni. Vagy lehet, hogy belenéznek reggel a sminkeléskor, vagy azért, hogy felkenjék a krémet, de hogy mélyen nem mernek belenézni, és nem mernek szembesülni a hibáikkal, erényeikkel, nem merik megdicsérni magukat, vagy egyetlen nem merik bevallani a hibáikat. Te mit látsz magadban? Te mersz mélyre nézni? Látod saját magad? De bennem nagyon nagy az önirónia, tudod? Én tudok röhögni magamon. Ez a probléma nekem azokkal az emberekkel, akik nem tudnak, mert azok megsértődnek arra, amit mondok. Például az Insta sztorimba beszéltünk a celebekről, meg a sztárokról. És ez egy tök fontos dolog, hogy ha te tudsz magadon röhögni, és jó a kritika, akkor ezt fogadd el. De hát nyilván ehhez kell egy jó háttérország. Lemerik fejteni szerinted az emberek az állarcot? Nekem nincs. Én nem hiszem, hogy van valami nagy állarcom. Nem van tudom. Valami célod most a social médiával? Tehát, hogy mi az iránymutató most az életedben, és hogyha azt kérdezem, hogy mi az irány? Mi az, ami mert olvastam, hogy mindig is a sikerre vágytál. Tehát akkor most mi lehet a siker forrása? Nem tudom, van,
Szerintem egy kiegyensúlyozott magánélet az lehet cél, mert hogy az nem millió ügyem volt az elmúlt 25 évben, tehát nem volt erre időm ezzel foglalkozni. A magánéletedben nem volt idő? Nem. De egyébként meg jól vagyok. De van igény, szeretném azt a szabadságot elérni, hogy független tudjak lenni. Tudod mi, egyébként ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, az anyagi függetlenség, az például, hogy tökre szeretnék nyerni a lottón, tudod? Tehát, hogy így nem akarok annyit dolgozni a pénzért, szerintem az borzasztó dolog, de hogy mondjuk az ölembe hullana egy hatalmas pénz, és akkor tud, ilyen szabadon mozoghatnék, hogy nem kötődnék Magyarországra a munkám miatt, a nem tudom, hanem csak így utazhatnék, mehetnék. Tehát, hogy az jó lenne. Az az érzésem, hogy némit akarsz megöregedni. Nem, de szeretnék normális körülmények között élni, tudod? Most nem normális körülmények között? De nagyon, de ha mondjuk elmegyek, mit tudom én, Franciaországba, akkor az ottani életszínvonalhoz megfelelő jövedelemre van szükséged, tudod? Az ember a változástól fél, tehát hogy sokan azért nem mentek el Magyarországról, mondjuk mikor jöttek a nácik, vagy jöttek a kommunisták, mert azt gondolták, hogy hát olyan jól élünk, van egy gyönyörű villánk vagy lakásunk, ezt nem akarjuk föladni. És csak akkor ment el, amikor már menekülnie kellett, és aztán csak fölépítette mindenki az életét külföldön, tudod? De mégis kényelmesek vagyunk, és azért beleragadunk az életünkbe. Tehát, hogy te nem vágnál, vagy nem mennél külföldre, és nem kezdenél? Hát nekem könnyű, én most vettem pont egy lakást Dél-Franciaországban. Ezt akartam, láttam is, tehát, hogy így konkrétan nem? Bármikor fölülhetek, csak hogy ott akkor hogy fogok dolgozni, de tudod, ez a megszokás, ebből kiszakadni az hogy fog kinézni, tehát kb. Így ennyi. Nagyon szerettem volna megköszönni azt. Jaj, köszönöm. Ez illatosító autóba megy a ruhák közé. De ezeket imádom. Ez illatosító, nem tudom, hogy ismered-e. Nem. Akkor légy szíves illatosító. Handmade diffuser. Jaj, de jó, de ezeket nagyon szeret. Figyelj, csak el akartam olvasni, hogy pontosan várjál, mi az, ami jellemzi ezt a fajta illatot, mert direkt neked. Igen, várjál. Figyelj! Határozott és vonzó illat, mely fényűző és stílusos luxus légkört teremt. Nappaliba, a hálószobába. És pedig az illatosító, az pedig egy ilyen bohém illat. Jó, de hát végül is te szereted a luxus. Cuban, so én imádom. Szereted az illatokat is. Szereted nagyon. Mindent, ami rólad szól, azt szeret. Nagyon. Egy igazi nőnek a ruhája és a bőre is ragyog. Válaszd a bioróz virágvíz alapú organikus kozmetikumait, és éld át az igazi női eleganciát. www.bioróz.hu. Na akkor figyelj, még van egy ajándékunk, csak azért, hogy ezt is fogadj sok szeretettel. God, thank you. Mert hogy azt látom, hogy azért hiú vagy. Persze, de jó face, köszönöm. Ez pedig rózsa. És minden, ami a rózsával kapcsolatos, igen. Úgyhogy fogadj sok szeretete és használd sok szeretettel. Nagyon köszönöm, és nagyon szépen Juditom. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Pont mondtam, hogy a angol királynővel lehet előbb tudunk egyeztetni, mint vele. De szegény Csillát kicsináltam. Igen, iszonyat busy vagy azért, nem? Vagy mi? Megjelenések? Munka? Tehát vagy a Cilaság? Vagy a Kajdi Csabaság? Mi az, ami? Nem tudom. Vagy inkább a kényelem? Nem tudom, az is. Hogy dolgozol sokkal többet, Kajdi Csabaként vagy Cillaként? De kicsit azt látom, hogy most már Cillaként... Nem, azért van egy jó csapat, aki viszi. Hát persze, azt látom mindig, hogy ők dolgoznak már. Hát mert mióta? Mióta van a Vizenzs? 20 éve. Na, hát azért 20 év alatt már kis új borrázod ezeket, óta. Nem? Tehát én azt gondolom, hogy itt már nem kell, ha valamit sírre tettél, akkor az már megy magától. Aha, hát kell, tudod, anyukám mondja mindig, hogy a gazda szeme hízlalja a jószágot, ez így is van. De abszolút megy. De már azt látom, hogy kis újból csinálod, és inkább szórakozva élsz. Nekem ez tetszik a leginkább, hogy ezt megteheted. És szerintem ez az irigylés, ami nem rossz értelemben, hanem a jó értelemben. És szerintem ezért nézik a te portfóliódat, mert azt érzik, hogy te nevetve, szórakozva élsz. Dühöngsz, de jópofán nevetve, hogy van benne egyfajta ilyen fricska is, de hogy nem, ez nincs, a fajta... Nem, nincs az a teher, az a, tudod, ez a napi betevőért való... Igen. Küzdés, kelés, de nem is sose éltem úgy. Nagy gondossággal megalkotott különleges aromák minőségi alapanyagból, melyek otthonod tökéletes kiegészítői lehetnek. Teremts kellemes környezetet az illatok segítségével.
Módia, az illatok világa, az illatosító termékek, légtérillatosító készülékek webáruháza. Szépség és egészség egy helyen, egy kattintásra az ön otthonában. patika.web.hu. Gyors, biztonságos és minőségi termékek azonnali szállítással. A műsor támogatója a patika.web.hu.